Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Kedves testvéreim, ezt a szentmisét élő Bertalan testvérünkért és családjáért ajánlom föl. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy az Úr kegyelméből megtisztulva részt vehessünk ezen a szentmisén. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre! Könyörögjünk. Jóságos Istenünk, adj világosságot híveid lelkébe, ragyogjon bennünk mindenkor kegyelmet fénye, hogy üdvözítőnket egyre jobban megismerjük, és őszinte szívvel ragaszkodjunk hozzá. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent lecke Szent János apostol első leveléből. A lelki halálból új életre keltünk, mert szeretjük testvéreinket. Szeretteim, kezdettől fogva azt a tanítást kaptátok, hogy szeressük egymást. Ne legyünk olyanok, mint Káin, aki a gonosztól volt és megölte testvérét. De miért ölte meg? Mert cselekedetei gonoszak voltak, testvérének tettei viszont igazak.
Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha a világ gyűlölt titeket. Tudjuk, hogy a lelki halálból új életre keltünk, mert szeretjük testvéreinket. Akiben nincs szeretet, az a lelki halálban marad. Aki pedig gyűlöli testvérét, az gyilkos. Viszont tudjátok, hogy egyetlen gyilkosnak sem lehet része az örök boldogságban. Abból ismerjük meg Isten szeretetét, hogy életét adta érettünk. Nekünk is életünket kell adnunk testvéreinkért. De megvan-e bennünk az Isten szeretete, ha azt látjuk, hogy valamelyik testvérünk szükséget szenved, és elzárjuk előle szívünket, pedig módunkban állna, hogy segítsünk rajta. Szeretteim, ne csak szóval és beszéddel szeressünk, hanem tettel és igazsággal. Erről ismerjük fel, hogy az igazságból valók vagyunk-e, és így nyugtatjuk meg szívünket Isten előtt. Ha a szívünk vádol is minket valamivel, Isten nagyobb a szívünknél. Ő mindent tud. Szeretteim, ha a szívünk nem vádol, akkor teljes bizalommal lehetünk Istenhez. Ez az Isten igéje. Újjongjatok az Úrnak minden földek, újjongjatok az Úrnak minden földek, újjongjatok az Úrnak minden földek, szolgáljatok az Úrnak vigassággal. Járuljatok színe elé, vidám hírek szóval. Újjongjatok az Úrnak minden földet. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, Ővé vagyunk, Ő alkotott minket, az Ő népe vagyunk, legelőjének nyája. Újjongjatok az Úrnak minden földet. Ének szóval lépjük be házának ajtaját, himnuszokkal templomába. Adjatok hálát néki, szent nevére áldást mondjatok. Újjongjatok az Úrnak minden földet. Valóban jó az Úr, irgalma örökké megmarad, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Újjongjatok az Úrnak minden Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus Galileába készült, találkozott Fülöppel. Kövess engem, mondta neki. Fülöpp Betsaidából származott, András és Péter városából.
Amikor találkozott Natanellel, közölte vele, megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak, a názáreti Jézust, József fiát. Jöhet-e valami jó Názáretből, kérdezte Natanael. Jöjj, nézd meg, felelte Fülöp. Amikor Jézus látta, hogy Natanael közeledik hozzá, így szólt. Nézzétek, ez egy igaz izraelita, nincs benne kétszínűség. Natanael megkérdezte, honnan ismersz engem? Jézus így felelt. Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Natanael erre elismerte, Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így szólt. Azért hiszel, mert azt mondtam, láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél. Majd így folytatta. Bizony-bizony, mondom nektek, látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá szállnak az ember fia felett. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, Szent János apostol levelében olvassuk, hogy aki szeret, az a lelki halálból új életre kel. Ha szeretünk, új életre kelünk a lelki halálból. A szeretetet, mint parancsot úgy szoktuk gondolni, megélni, vagy úgy tekintünk rá, mint feladatra. Feladatunk, hogy szeressük fel a barátunkat. Szent János apostol mélyebben rámutat azért arra, hogy hát bizonyos értelemben igen, feladatként ki kell tűzni magunk elé, hogy szeressünk, hogy jók legyünk, hogy megbocsássunk. De azért ez nem feladat. Ez nem igazából feladat, mert azt mondja, hogy aki szeret, ha szeretek, akkor a lelki halálból új életre támadok. Hát ki az, aki szeretne a lelki halál? Ki az, aki szeretne halott lenni? Életre támadhatsz. A kezedben van a sorsod. Életre támadhatsz. Csak annyit kell tenned, hogy akkor szeress. Mert Isten maga a szeretet. És hogyha szeretek, akkor Isten van bennem. Az nem egyszerűen egy erénygyakorlat, hanem akkor maga Isten az, aki bennem van. Aki által szeretek, az ő lelke által szeretek. Az ő isteni élete árad bennem. Ha szeretek, akkor fokról fokra egyre jobban befogadom Istent. Hozzáteszem, ha őszintén szeretek. Ha ez nem egy érdekszeretet, ha itt nem valami hátsó szándék motivál, ha valóban szeretetről van szó. Ha nem csak a megnyilvánulásában az egy jó cselekedet, hanem ott lent mélyen, ott is szeretet van, akkor beszélhetünk ezekről a dolgokról. Ha szeretek, akkor Isten szemével látok. Akkor Isten öröme, békéje tölt be fokról fokra. Röviden szólva, akkor élő leszek, élek. Isten élete árad bennem. Tehát saját jól felfogott érdekem az, hogy szeressek. És egy picit most a mai alkalommal ezt az oldalát szeretném kidomborítani, mert persze feladat is, hát törekszünk. Sokszor erre fókuszálunk, hogy jaj, most szeretni kell, jaj, meg kell bocsátani. Saját érdekem, hogy szeressek. Saját érdekem, hogy ezt tegyem. Nem a másik érdeke, hogy szeressem őt. Elsősorban az én érdekem, hogy szeressek. Neki is jól jön, de elsősorban én járok jól, ha szeretek. És amikor szeretünk, amikor a jót tesszük, akkor ne azért szeressünk, hogy a másik viszont szeressen. Nem erről szól ez a dolog. Nagyon sokszor ezen vagyunk elakadva, megakadva, meg kiakadva, hogy a másik az nem szeretek, én szeretnék, mit tudom én, keresem a kapcsolatot, én megbocsátanék, de ő kit érdekel, hogy ő mit csinál? Hát benned élet lehet. Te élővé válhatsz. Hát ha ő szeretne halott maradni, hát maradjon halott. De te élhetsz. Ha szeretsz, akkor te élsz. Az Isten élete árad benned. Miért szeretjük fel a barátunkat? Mert szeretjük a szeretetet. Szeretjük Istent. És hogyha erre fókuszálunk, akkor mindig tudunk szeretni. Akkor is, hogyha a másik nem szeret. Nem kell neki viszonozni a szeretetet. Nem kell, hogy része legyen a jóban. Hanem nekem legyen részem a jóban. Lehet, hogy ő neki is része lesz. Lehet, hogy ő is megindul. Lehet, hogy ő is megtér. Ez már az ő dolga. Ebben nincs beleszólásunk. Nekünk csak abban van beleszólásunk, hogy saját magunk életébe, hogy én mit teszek.
Azért szeretek, a szeretetet önmagáért gyakorlom, mert jó szeretni, mert ha szeretek, akkor a nagybetűvel írt szeretet, vagyis maga Isten, az ő élete és maga Isten jelenléte tölt el és árad bennem. És ez a szeretetnek az igazi jutalma. Amen. Testvéreim, Krisztus a kezdet és a vég, övé az idő és az örökké valóság. Kérjük Istenünket, hogy kegyelmével gyümölcsözően használjuk fel a tőle kapott időt. Az új esztendőben engedd, Urunk, hogy szent neved legyen a segítségünk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Engedd, hogy egyházad békességben éljen. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add meg, hogy gyarapodjék a nemzetek jóléte és békéje. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add meg, hogy mindenki tisztelje szent nevedet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Segíts, hogy megőrizzük a benned való hitet és az egyház iránti hűséget. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mindenható örök Isten, légy velünk az új esztendőben, hogy fölkészülhessünk a számadásra, és egykor hűségesnek találhassunk ítélő széked előtt, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk, fogadd kegyesen néped fölajánlott adományait, hogy amit áhítatos hittel vallunk, a szentségi ajándékaidban magunkhoz vehessük, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. A mai napon fölragyogott benne megváltásunk fénye, az örök ige gyarló emberségünket magára vette, és ezzel a halandó emberre fogyhatatlan dicsőség származott, sőt, csodálatos cserével miénk lett isteni örök és boldog élete. Ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, dicsőítünk téged, és újjongva zengjük. Jesus, 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 Jes
Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Isten emberré lett, hogy mi Isten gyermekei lehessünk, ezért merünk így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Jézus Krisztus születésekor az angyalok békét hirdettek a földnek, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, béke fejedelme, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen.
Könyörögjünk! Istenünk, ebben a szentségben való részesedésünk által magadhoz emelsz minket. Kérünk, tedd hatékonnyá szívünkben erejét, hogy előkészítsen minket kegyelmi ajándékaid méltó fogadására Krisztus, a mi Urunk által. Szent mise után első péntek lévén a Jézus szíve litániát is elimádkozzuk. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent mise véget ért, menjetek békével. Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja, könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutasd be minket Szent Fiadnak. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Jesus, Father.
bűnösök nevében irántad el, Úr. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik szent fiad Jézus Krisztus nevében irgalmasságod értesedeznek, aki veled él és uralkodik a Szentlélek keretségben, Isten mindörökkön örökké. Amen.